Alig van olyan lakás Budapesten állítólag, amit meg lehet venni a három gyermekes családoknak járó kedvezménnyel, ha nem változtat a kormány. A csók szabályozása szerint a 10 milliós támogatás mellé felajánlott 3%-os kamattal felvehető 10 millió forintos hitellel csak olyan ingatlant lehet venni, ami a telekár és az áfa nélkül bekerülési áron nem drágább, mint körülbelül, vagy körülbelül, hát pontosan ugye 30 millió forint. Mutatom, hogy miről van szó. Az otthon térkép infografikonján pontosan látszik, hogy mi a baj. Már a sima csok kedvezményt is csak a teljes budapesti választék 27%-ára lehet kiváltani, de akik ezt veszik igénybe, azok vehetnek használt lakásokat is, a három gyerekesek viszont csak is újakat vehetnek. Ha pedig nem kérik a 10 milliós hit, tehát csak a támogatást, akkor az összes otthon térképen meghirdetett lakás 9%-ából válogathatnának. Ha viszont a hitelt is kérik, akkor látható, hogy 1% marad. Ez valami kevés. A beszélgetést pedig a Nagycsaládosok Országos Szövetségének elnökével, Varga Anikóval folytatom. Jó estét kívánok! Szóval akkor most itt lehetett hallani, hogy... Bocsánat, a volt főtitkára? Jól mondom, igen, elnézést. Igen, szóval, hogy lehetett hallani, hogy vannak jó oldala is, és lehet jó aspektusa is ennek a dolognak, de rosszak is. Önök mit gondolnak? Nagyon sok megkeresés jött be hozzánk az elmúlt néhány hétben az otthonteremtési támogatással, illetve a hitellel kapcsolatban. Nagycsaládosoktól? Jellemzően a nagycsaládosoktól, hiszen az egyesületünk tagsága is több tízezer fő, akik eleve érdekeltek ebben az egész kérdésben. Nagyon sok mindent kérdeztek, nagyon sok technikai részletre kérdeztek, nagyon összetett a szabályozása az átlagember számára, hiszen eleve öt rendeletből kellene összevadászni a tudnivalókat. De hogyan értékelt egyébként, csak érdeklődnek, vagy tényleg úgy tűnik, hogy bele is vágnának ebben? Nagyon szeretnének sokan belevágni, hiszen valóban a lakáskérdés a nagycsaládosoknál egy nagyon nehéz kérdés. Ugye azt tudni lehet, hogy az a nagyszámú lakás, ami panelekben, egyéb helyeken ugye megvan, az kicsi a nagycsaládosoknak, hiszen általában 60 négyzetméter alatti vagy a körüli lakások, esetleg 70. Ezek valóban kicsik, tehát a nagyobb eleve a nagycsaládosoknál nagyobb méretű lakások jönnének be. Valóban ezekből százalékosan kevesebb van. Ezeket megszerezni... Hát Budapesten különösen a jelenleg ezzel a 2x10 millió forinttal is, ha ideális esetben is minden stimmel, az összes rendelet, minden feltételes stimmel, ugye hát kevésből nehezebb megtalálni ezeket. Az, hogy újak épüljenek, az nyilván egy átfutási idő. Igen, tehát ha nagyon optimálisak vagyunk, akkor is ebből őszre lenne az első lakás, amit át lehet adni. Ebből a tanulmányból, vagy hát ebből a kutatásból azt lehetett kiszűrni, hogy azok, amelyek vannak most a piacon, azokért lehet, hogy verekedni fognak az emberek? Hát remélem, hogy emberek szenek, de az biztos, hogy a választék, ha a választék szűk és az igénylők vagy a kereslet nagy, akkor ez azért azt jelenti, hogy feljebb mennek az árak. Jócskán. Tehát azért mi úgy gondoljuk, hogy ez a 2x10 millió forint is azoknak lesz segítség, akiknek valamilyen önerőn már rendelkezésre áll, akár egy meglevő lakás, akár megtakarított pénzük van, nekik biztos, hogy egy jó lehetőség lesz. De önök hogy látják, hogy azoknak, akiknek tényleg szükségük lenne rá, azok mennyire vehetik majd ezt így, mennyire mernek ebbe belevágni? Én azt gondolom, akinek nagyon szüksége lenne rá, azoknak elsősorban a szociális bérlakásépítési programra lenne szükségük, hiszen nulla önerővel egy szükséglakásból, vagy egy meglevő bérlakásból, ami adott esetben nem is amiben akár be sincsenek jelentkezve, ilyenben nagyon sokan laknak, nagycsaládosok. Ez hogyan áll most ma Magyarországon? Hát, hogyha szociális bérlakás program lenne, és hogy ezt fel lehetne futtatni, mi lenne a legmegfelelőbb? Én azt gondolom, hogy az lenne a legmegfelelőbb, hogy olyan lakások épülnének nagyobb tömegben, illetve, tehát befejezem ezt a mondatot, tehát olyan bérlakások épülnének nagyobb tömegben, amit a szociális alapon bérbeadnak az önkormányzatok, vagy egy erre kijelölt, vagy felálló ügynökség. Másrészt pedig nagyon-nagyon sok üres magántulajdonban levő lakás van az országban, ezek üresen állnak, mert elsősorban azért, mert a tulajdonosok
nem, hát nincs meg az a bizalmi szintjük, hogy bérbeadják, holott akár önkormányzaton keresztül bérbeadva adómentesen tehetnék ezt a bérbeadást, de ehhez kellene egy olyan bizalom és egy olyan védőháló a tulajdonos számára is, hogy biztos legyen abban, hogy az ő tulajdona megmarad, éppen marad, úgy kapja vissza, ahogyan átadta. Tehát ez lenne egy szociális bérlakásépítési programnak a legfontosabb néhány eleme, amit most hogyan elsoroltam. Látja, hogy ma Magyarországon a nagycsaládosoknál mi a kulcskérdés és a kulcsprobléma? A lakáskérdés vagy a megélhetés? Hát nagyon sokaknak a lakáskérdés egy alapvető probléma, de nyilván azért, mert azt, hogy finanszírozzák egy lakásnak a bérletét, fenntartását vagy a hitelét, ahhoz nincs megfelelő jövedelmük, és azt hiszem, hogy itt visszatértünk az elejére. Hát, hogy mennyire vállalkozó kedvűek azok az emberek, a nagycsaládosok, vagy akik most terveznek harmadik gyereket, mert biztos látják, tapasztalják. Vállalkozó kedvűek? Igen. Azt hiszem, hogy óriási kockázatot vállalnak fel azért, hogy ezt tudják biztosítani. Tehát, hogy lehet, hogy erejükön felül vállalnak fel kockázatot sokszor. Tehát a kormányzatnak mit lehet egyébként változtatnia kell ezeken a jogszabályokon, amiket most meghoztak? Én éppen ma délután azt hallottam, olvastam, hogy a mai kormányülés témája az volt, hogy változtassanak rajta. Remélem, hogy egyszerűsítenek bizonyos és néhány ellentmondásos szabályozást megoldanak. Én nagyon remélem, hogy ez így fog történni. Ugyanakkor, amit mi nagyon szeretnénk, hogy egy ilyen a kevésbé tehetősek számára is a megfelelő körülményeket tudják biztosítani a szülők, a gyermekek számára. Köszönöm, itt volt. Én is köszönöm.